Szeretnél még a 350 ezer forintot? Thank you.
Napi 2 használattal megszabadulhat a
Hálát adunk neked, Uram, hogy egyáltalán a jelenlétedben lehetünk. Köszönöm, hogy azért, mert te méltó vagy, a te szívedben az, hogy minden, aki hozzád tartozik, és minden, amit te érintesz, méltóvá teszed. Jézus Krisztus, hálát adunk a te véredért, amit te önként módon jöttél és kiöntötted számunkra. És hálásak vagyunk, és Szent Szellem, köszönjük, hogy nap mint nap segítesz nekünk megemlékezni arra, hogy az Atya mit tesz értünk, a Fiú mit tesz értünk, és vezetsz bennünket. Szükségünk van rád, és ma este hívunk téged. Hívunk téged, hogy legyél itt velünk, ahogy imádunk téged, ahogy rád nézünk, ahogy imádkozunk, ahogy megtérünk, ahogy kiáltunk hozzád. Az egyházért, az életünkért, akár az országért, a nemzetünkért. Köszönjük, Uram, hogy ma is lehet hozzád fordulni, azért, mert te méltóvá tettél bennünket. Amen. Amen. Olyan jó, nem jó azt látni, aki melletted van, vagy túl sötét? Látjátok, aki melletted áll? Oké. Az jó. Valószínűleg jöttél azzal, aki melletted áll. Nézzél előtted, jó? Aki előtted ül, valószínűleg nem jött veled. Csak mondd meg, hogy de jó látni téged. Igaz, hogy soha az életemben nem láttalak, de jó. Oké. Kis közlem, szolgálati közlemén, azoknak, akik gyerekeket hozták, bennmaradhatnak végig az alkalmon, de van nekünk, hogyha kimész az ajtóból, és jobbra, és a folyosón, és balra, ott van egy ifjúsági klub, úgy IC-nek hívjuk, a IFI már nem találkozik, ott túl sokan vannak, de ott van hely, hogyha valaki szeretne oda vinni a gyerekeit, és ott lehet nézni a közvetítést onnan is, hogyha valakinek ki kell menni, szeretne kis, túl sok, lehet, hogy aki melletted ül, az, vagy áll, az rosszul énekel, és akkor ki lehet menni, és nem kell hallgatni őt, jó? Oké. Nagyon jó, hogy együtt vagyunk ma este. Aki nem tudja, hogy miért van itt, ez a harmadik olyan alkalom, az imabőjt alkalom alatt, a imabőjti összefogás alatt, amikor összejövünk és együtt imádkozunk. Évekkel ezelőtt, most már 15 évvel ezelőtt összegyűltünk az első ilyen alkalmon, és kiáltottunk az Úrhoz, pár gyülekezet volt benne, beleértve ez a gyülekezet, még ahol én akkor pásztoroltam, és egyszerűen együtt kerestük az Urat. Most kinőtte magát egy kicsit, és kicsit nagyobb, és több gyülekezet van benne, és örülünk, hogyha te itt vagy. Ma este fogunk egyszerűen dicsérni az Urat, fogunk imádkozni, pásztorok, sok pásztor van itt, ők is fognak imádkozni, és keresni fogjuk az Urat. A téma ezen a héten ugye az, hogy a nagy téma az aratás, és pontosabban az, hogy mi az, ami áll köztünk is az aratás között. Múlt héten imádkoztunk a saját életünkre nézve, most imádkozunk a gyülekezeteinkre nézve, illetve az egyházra nézve, az eklíziára nézve. Mi az, ami áll köztünk is az Úr között? Hol van az, ahol, hát igen, hogyha ez jobb lenne, akkor sokkal könnyebb lenne az Úrnak adni azt, amire vágyik adni nekünk. És ez a aratás téma nagyon fontos. Máté 9:37-38 egy nagyon ismert igerész volt a szívemben ma estére, és imádkozunk, és megyünk tovább a dicsőítésben. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratni való sok, de munkás kevés. Kérjetek tehát az aratás Urát, hogy küldjen munkásokat az aratásába. Két dolog volt benne, mielőtt imádkozunk, és tovább megyünk. Egy, ő az aratás Ura. Az aratás nem mi döntjük, hogy mikor aratunk, hanem van egy ideje ennek, egy érés van ennek, és az Úr kitölti, amikor ő jónak látja. Viszont azt kérte, hogy mi dolgozzunk vele együtt, imádkozzunk hozzá, és engedjük meg, hogy ő szóljon bele, és felkészítsen bennünket a dologra. A másik az, hogy az aratás, nem tudom, hogy észrevettétek, az aratás az üvé. Azt mondja, hogy kérjük az Urat, hogy az aratás Urat, és ez az egyetlen hely az igében, amikor az Úr így nevezi magát, azt mondja, kérjük őt, hogy küldjön munkásokat az aratásában, az ő aratásába. Az mit jelent?
az azt jelenti, hogy nincs egy ember, aki él ma, akit az Úr nem akarna behozni az ő családjába. Nincs egy ember, aki, és ez beleértve a te legrosszabb rémálmod, az az ember, hogyha azt mondom, az életedben egy rémálom, az az ember, őróla beszélek. Isten szeretne őt behozni. Lehet, hogy vigyázni kell ezzel, mert lehet, hogy te vagy valakinek a rémálma, de ez egy egészen más dolog. De lényeg az, hogy ha az Úrnak fontos minden ember, akkor nekünk is fontosnak kell lenni. Néha megelégszünk azzal, amit eddig értünk, és azt mondjuk, hogy jó, csak így kitartom, és akkor ami utánam lesz, az már nem az én dolgom. Nem, ez nem egy isteni szív. Isten szeretne, hogyha ma minden ember, aki él a bolygón, az fordulna hozzá, vagy legalább kapna lehetőséget, hogy döntse, hogy hozzáforduljon. Úgyhogy mi imádkozni fogunk ma, hogy az egyház olyan helyen tudna lenni, olyan helyre tudjunk kerülni, hogy az Úr tudjon használni bennünket abban az aratásban, amit ő szeretne, amikor ő jónak látja, és akit ő hoz be, tudjon minket használni. Jó? Benne vagytok? Mennyi atya, mi itt vagyunk, mint az egyháznak egy része. Csak mint egy képviselünk, csak egy szegmenset a te hatalmas egyházadnak. Viszont mi fölemeljük a hangokat ma este, kiáltunk hozzád, az aratás urához, hogy küld munkásokat az aratásba. Használja bennünket, hadd, hogy a gyülekezeteink tudjanak gondolkodni másképp, és a határ az aratásunknak ne legyen, hogy hány szék van a termünkben, hanem az aratásnak a határa legyen az, hogy mennyi van a te szívedben, atya. És akkor mutasd meg, hogy tudunk veled együtt munkálkodni ebben. Kérlek, Szent Szellem, vezessél bennünket ma este, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, amit te a legjobban szeretnél adni a földre. Azt az aratást, ami a te szívedben van, ami a te dicsőségedre lesz, és remélhetőleg a mi örömünkre is. Jézus nevében. Amen. Gyertek és dicsérjük együtt az Urat.
harcokban győztes. Semmi sem állíthat meg, hatalmas Isten, Teremtő Isten, Te jársz előtte. Semmi sem érhet fel a jelenléteddel. Fény vagy az égen, a harcokban.
falak törnek át, így hozzátsz a dicséret, minden lélegzett. Sure.
sosem hagytál
festmény épül. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Én láttam már, ahogy te mozdulsz. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Jól nincs út, egyesmény épül. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Én láttam már, ahogy te mozdulsz. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Ahol nincs út, egyesmény épül. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Én láttam már, ahogy te mozdulsz. Megteszed ezt. Egyesmény épül. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Én láttam már, ahogy te mozdulsz. Én elhiszem, hogy újra megteszed ezt. Ahol nincs út, egyesmény épül. Hogy újra megteszed ezt. Hogy újra megteszed ezt. Hogy újra megteszed ezt. Hogy újra megteszed ezt. Amen. Amen. Le lehet ülni csak egy percre, illetve 7 percre. Azoknak, akik most jöttetek be, örülök, hogy itt vagytok. Vannak helyek itt elől is, hogyha valaki szeretne leülni. Ma este több blokkba fogunk imádkozni, egy ima blokkba, dicsőítés, ima blokk, dicsőítés. És egy fantasztikus kiküldés lesz. És ebben az első blokkban mi szeretnénk beszélni arról, hogy, vagy imádkozni azért, hogy mi az, ami mi tart vissza. Mi tartja vissza az Urat, vagy mi az, ami akadályként van, mi bennünk, nem egyénként, hanem mint egyház, mint eklézsia. Mi hiányzik, vagy ha nem hiányzik, hanem mi az, ami tudna jobban működni. Nyilvánvaló, mindenki, aki itt van, tökéletes gyülekezetbe jársz, nem a saját gyülekezetről van szó, hanem valaki másé, jó? Hol van az a hely, ahol látjuk az egyházban, és minden viccnek félretéve vannak hiányosságok mindenhol, esetleg ahova jársz, hogy annyira jó lenne, hogy ez is tudna változni. Hogy imádkozunk, kérlek, hogy 3-as vagy 4-es csoportokba, most jön a Szent Káosz. A Szent Káosz úgy néz ki, mindenki hangosan imádkozik egyszerre, az nagyon jó. Szóval szeretnénk nem csak innen imádkozni, és akkor a gyülekezet nem csinál semmit, hanem szeretnénk behívni benneteket, hogy forduljatok, ahol vagytok, ilyen 3-as, 4-fős, 4-es fős, vagy 4-fős csoportokba, és imádkozzunk, hogy mit kell, hogy változzon ahhoz, hogy Isten tudja hatékonyan használni minket. Minket az nem egyénként, hanem mint egyház, mint eklézsia az aratásban. Mi kell, hogy változzon ahhoz, hogy Isten tudja hatékonyan használni minket az aratásban. És aztán imádkozzatok ezekben a csoportokban. Jó? Oké, magyarul is mondjam? Oké, forduljunk. Körülbelül egy 7 perc van erre, 8 perc, 10 perc, jó? Akkor forduljunk, mindenki imádkozik egyszerre.
Egy perc, és folytatjuk az imádságot. Azokért a dolgokért, amiket mi pásztorok tudjuk, hogy az egyházban van, és nem kéne ott lenni. És fogunk együtt imádkozni, a pásztor társaim fognak imádkozni. Azokért a dolgokért, bocsánatot kérve, illetve fordulva az Úrhoz, megvalva, hogy letesszük ezeket. Hogyha mindjárt 30 másodperc, és akkor kezdünk. Halleluja! Az egyik legnagyobb akadály, amit szeretnénk megtörni, vagy betöltekezni annak az ellenkezőjével, ez pedig a szeretetlenség. Halleluja! Ezért imádkozzunk, hogy Isten egyháza telve legyen szeretettel. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy te szeretetből küldted el a fiadat, Uram, és azért küldted el, Uram, hogy megváltozzon a szívünk, a hozzáállásunk, és Uram, köszönjük neked, hogy ez a szeretet eljött, és a szeretet bemutatkozott abba, Uram, hogy a hiányainkat betöltötte, a betegeket meggyógyította, a süketek hallottak, a vakok láttak, Uram, a megkötözöttek, megszabadultak, Uram, irgalmas volt, Uram, szeretetből, Uram, odaadta az egész életét, letette az egész életét. Uram, adjad, hogy ez az első szeretet tűze legyen az egyházba, Uram. Minden hatalomvágy és minden olyan dolog, ami, Uram, ez ellen a szeretet ellen van, legyen kiűzve az eklézsiából. Minden szeretetlenség, minden olyan motiváció, ami nem erre alapul, Uram, az eklézsiából, legyen kitaszítva, Uram, az eklézsiából. Amikor megtértünk, amikor megismertünk, Uram, elárasztotta a szívünket, az életünket ez a szeretet, Uram. És boldogok voltunk minden pillanatért, Uram. Imádkozunk, hogy ez az első szeretet tűze töltse be újra az eklézsiát, töltse be a gyülekezeteket. Uram, hogy tudjunk egy igazi halászhálót húzni ebbe a városba, ebbe az országba, Uram, és a halak sokaságát kifogni azzal a szeretettel, amivel, Uram, a te szíved van telve, és lássuk úgy az embereket, ahogy te látod őket. Lássuk úgy a gyülekezeteket, ahogy te látod őket, Uram, azzal a szívvel, azzal a hozzáállással, azzal a szeretettel. Amen. És ehhez kapcsolva, én az egységtelenséget kaptam, azért kell imádkozni, illetve az egységnek az alacsony szintje, hogy ne legyen akadály, hanem az megnövekedjen. Egész azóta, amióta elkezdődött az imabőjt időszak, egyetlen egy szó van a szívemben, ami számomra nagyon fontos, a hitelesség. És sokszor úgy gondoljuk, hogy hiteles vagyok, te is hiteles vagy, de van egy dolog, hogy a kapcsolatunk egymás között az hitelese, és ezért szeretnék imádkozni. Drága mennyatyám, köszönöm neked azt, hogy te egy képet akarsz rajtunk keresztül megmutatni, a te képedet, a te dicsőségedet, ami megjelenik az eklézsián hitelesen. És nem csak egyenként a személyeken, ahogy élünk, hanem a kapcsolatainkban is. Atyám, és tudom azt, hogy ezen a területen kell, hogy változzunk. És atyám, azért imádkozom, hogy amikor egymás felé nézünk, akkor a te szereted, ahogy Gábor is imádkozott, a te szeretetedből lássuk egymást. És amikor egymás felé fordulunk, Uram, akkor a te reménységed legyen bennünk, és az a hit, amivel te felénk fordulsz, hogy ne abból induljunk ki, akár gyülekezetek között, akár hívők között, hogy éppen mit látunk, vagy milyen a múltunk, vagy milyen sebeink vannak. Atyám, azért imádkozom, hogy hitelesek legyenek a kapcsolataink azáltal, hogy a te szereteted, a te hited és a te reményed megjelenik egymás felé is. Uram, hogy úgy látjuk egymást, amivé te fogsz formálni minket, és ezt megelőlegezzük, Uram, ezt a kapcsolatainkban, ezt a bizalmat, ezt az egymás felé fordulást. Uram, és én hiszem azt, és azért imádkozunk, hogy a kapcsolataink által az egyház egyre inkább hiteles lesz, és az egységnek a szintje pontosan ezért növekszik, mert Uram, máshogy látjuk egymást, máshogy kapcsolódunk össze. Atyám, köszönöm, hogy ezekben a napokban ez a más, ez a tőled jövő más, Uram, jön az eklézsiába, jön a gyülekezetekbe egy gyógyulással, egy másfajta kapcsolódással, és köszönöm, hogy egyre hitelesebb lehet az eklézsia, az egyház azért, mert egy egység van közöttünk, az az egység, amiért Úr Jézus, te imádkoztál, és azt mondod, hogy az legyen meg köztünk, ami te közötted, és az Atya között ott van. És köszönjük, Urunk, hogy te ezen dolgozol, ezen te piszkálsz minket, és ezt szeretném kérni. Ezért imádkozzunk, hogy ebben vezess minket többre, a te dicsőséged szerint, Atyánk, az Úr Jézus nevében. Amen. Én hitért szeretnék imádkozni, ahol nincs a jövőbe vetett hit, ott nincs a jelenben erő. És azt mondja Jakab, hogy ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhöz.
hogyha le tudjuk tenni mindazt, amiről a Szent Szellem meggyőzött, hogy ez nem volt jó, bocsánatot kérünk, akkor felszabadulunk, hogy jöjjünk Istenhöz bizalommal és hittel. És akkor pedig, ahogy Dániel mondta, hogy az Istenét ismerő nép fölbátorodik és cselekszik, hogy tudjuk kapcsolni a hitünket Isten dolgaihoz, Isten királyságához, mert ha egy dolognak csak egy akadálya van, az, hogy lehetetlen, akkor könnyen megtörténhet. De ha más akadálya is van, például az én hitetlenségem, akkor lehet nagy probléma. Úgyhogy erről szakítsuk le magunkat. Uram, hozzád jövünk, és bocsánatot kérünk a hitetlenségünkért. Én magam is, Uram, levágok magamról, leszakítok minden hitetlenséget, minden csalódottságot, minden elégedetlenséget. Kivetek a szívemből mindenféle olyan indulatot, ami akadály, ami nem a tiéd. Köszönöm, hogy betöltekezhetünk a te jelenléteddel, és köszönöm, hogy akkor fölbátorodunk. Imádkozom azért, hogy küld a mennyből továbbra is, Uram, az ígéreteket. Mi látjuk azt, hogy meglakadtunk néha a proféciákat, szem elől tévesztettük, de te nem felejtetted el. Tudjuk, hogy még van, amit nem töltődött be, de már megtörténhetett volna. És köszönöm, hogy előttünk is vannak még lehetőségek, hogy igenis áthozzuk a láthatóba, és ragasztjuk hozzá hitünket, ahogy mondtad a tanítványoknak, hogy ha hiszel, meglátod Istennek a dicsőségét, hogy mi akarjuk párosítani az ismeretünket a hittel, hogy meglássuk a te dicsőségedet, mert te egy dicsőséges Isten vagy, és megvalljuk, hogy bízunk benned, és sokat várunk tőled. Személyesen együtt is, mint gyülekezet és mint gyülekezetek szövetsége. Hálát adok, hogy ennek a nagy halásztársaságnak az utolsó idők nagy halászatának a csapatában vagyunk, csak különféle hajókon. De köszönöm, hogy te vagy ennek is a vezetője, a kapitánya, az aratásnak az ura, és lesz aratás, mert hiszünk benne. Amen. Passzivitás. Úr Jézus, bocsánatot kérünk minden olyan dologért, amiben több volt a magyarázat, több volt a kifogás, több volt az indok, hogy miért nem, mint a kilépés a te beszéded szerint. Uram, te vagy az örök példánk, te vagy a nagy hajlandó, aki eljöttél, aki nem restelted, hanem megüresítetted magad, felvetted a szolgai formát, meghaltál még pedig a kereszt halálig. Azért, hogy mi éljünk. Uram, bocsásd meg, hogy nem éltünk sokszor ezzel a lehetőséggel, ennek az életnek az intenzitásával. Nem volt bátorság, elfogyott, és ott volt a sokszor a vallásosság béklyóinak a bizonyosság keresése, a biztonság keresése. Uram, nem akarunk így élni tovább, hanem valóban oda megyünk, ahol húzni kell a hálót, oda megyünk, ahova küldesz bennünket. Azt mondjuk, amit te mondod, hogy mondjuk, és oda megyünk, és ott mondjuk, ahol te mondod nekünk. Az Úr Jézus hatalmas nevében szabaduljunk fel erre a szabadságra, szabaduljunk fel, és rázzuk le valóban magunkról passzivitásnak minden kényelemvágyát, mindenfajta törekvést arra nézve, hogy a saját kis személyed önző biztonságunkat keressük. Köszönjük neked, Urunk, köszönjük Szent Szellem, hogy a te kiárazásod ezt megerősíti, felerősíti bennünk, hogy így tudjunk kilépni. A te nevedben, Uram. Amen. Amen. Talán a végére maradt az egyik legnagyobb falat. Ezért kérlek, hogy álljunk fel. Ez a falat, ez a bizalmatlanság és a félelem. Amin én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy törjünk át. Amen. A bizalmatlanság és a félelem. És a bizalmatlanság egy olyan dolog, ami nagyon könnyen bemászik a szívünkbe. És a bizalom egy olyan dolog, ami nagyon könnyen összetörik. Ezért kérlek, hogy gondolj most valakire, akivel szemben megtört a bizalmad. Akivel szemben bizalmatlan vagy, és méregeted. Mit akar ez az ember? Mit akar ez a csapat? Ha van ilyen, akár a családban, akár a te gyülekezeteden belül, a gyülekezeteinken belül, vagy egy csoport felé, egy gyülekezet felé, egy mozgalom felé, akkor, hölgyeim és uraim, eljött az idő a megbocsájtásnak, amiben nyakig járunk, hogy helyreálljon a bizalom, hogy elmúljon, elfolyjon a félelem. Amen.
Drága atyánk, Uram, annyira hálásak vagyunk a Te jelenlétedért. A Te jelenlétedért. Köszönjük, Uram, hogy a Te szívedben teljes bizalom van felénk. És Te mutatsz ebben példát, amikor azt mondod, hogy amikor hűtlenek vagyunk, de akkor is hűséges maradsz, mert nem tagadhatod meg önmagadat. Így kérünk Téged, Uram, hogy adj erőt most minnyájunknak, hogy megbocsássunk annak, akinek úgy gondoljuk, hogy nem lehet. Jézus nevében Te előtted kitárjuk a mi szívünket, és fogadjuk ezt az erőt, hogy megbocsássuk a megbocsájthatatlant, és áttörjünk a bizalmatlanság falán, és a félelem ködén, és eljussunk Te hozzád, a Te hűségedhez, a Te világosságodhoz, a Te szabadságodhoz, ahol nincs már félelem, ahol meg tudunk egymásban bízni tiszta és gyermeki szívvel. Köszönöm Neked az áttörést. Köszönöm a megbocsájtásnak az erejét. Köszönöm az új és friss bizalmat. Köszönöm, Uram, hogy úgy nézhetünk erre az emberre, erre a közösségre, erre a csoportra, erre a mozgalomra, erre a hálózatra, erre a gyülekezetre, hogy bízom benned. És imádkozom érted. És lehetőséget látok benned. És támogatlak téged. És szeretlek téged. Az Úr Jézus nevében. Amen. Menjünk tovább a dicsőítésben. Értem az egyetlen,
Most előtte engedem.
teszem le életem. Látod múltam, látod jövőm, itt állok most előttem, és engedelmes szívvel várok. Amen. Amen. Elérkezett a második ima blokkunk, és mielőtt az István följön szolgálni, a Osiannak volt egy látása itt az alkalmon, kapott képet, és szeretem volna, hogy ő megosztja velünk, mert pont bevezet abba, ami az Istvánnak a szívébe volt. Sziasztok! Isten mutatott nekem egy képet, hogy az aratásról ő nem úgy gondolkodik, mint ahogy mi, hogy úgy kell menni aratni, hogy vannak arató munkások, akik beszállnak egy nagy kombányba, és akkor elindulnak, és dur bele, és menjünk, hanem Isten egészen másképpen gondolkodik az aratásról, és hogyha igazán nagy aratást akartok látni, akkor
változtatni kell a látásmódotokon. És azt láttam, hogy Isten azt mutatja, hogy ő úgy gondolkodik, hogy föl kell vennünk azt a kicsi sarlót, ami nekünk adatot, megfogni a kezünkbe, és megfogni azt a kicsi csomagbúzát, és a mi kis sarlónkkal levágni, és hogy ne higgyétek azt, hogy jelentéktelenek vagytok, hanem oda kell állni azzal a sarlóval, mert ha te nem állsz oda, akkor az a rész, ami a te részed, az nem lesz learatva. Amen. Én abban a gondolatkörben szeretnék itt állni előttetek, hogy nagyon fontos valóban, hogy mindenki megtalálja a maga részét az eklézsiában, és hogy amit megtalált, az abba tudjon tényleg beleállni. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy mindenki tudja meg, hogy milyen ajándékai vannak az Úrtól. Nem töltünk ma ki tesztet, de kedves testvéreim, hanem az egy fontos dolog, hogy tudd, hogy neked Isten milyen ajándékokat adott, vagy éppen az ajándékokban mi az, ami most éppen aktuálisan Isten azt akarja használni, illetőleg, hogy tudd, hogy mi a te elhívásod. És én ezt az eklézsiában tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon fontosnak tartom. Őszintén rengeteg gyülekezetet látogatok, és azt tudom mondani, hogy nagyon sok hívő drága testvér megtért, újjászületett, lelkes, de fogalma sincs, hogy Istennek milyen elhívása van az életére nézve, vagy éppen most milyen elhívása van. Pál a Timóteushoz, 2 Timóteus 4-5-ben beszél arról, hogy Timóteusnak mondja, hogy a szolgálatát, azt teljesen töltse be. És akkor ott ugye mondja, hogy az evangélista szolgálatot, ott megnevezi. És ez egy írtó jó dolog, tudjátok, amikor az ember felfedezi azt, hogy mi az én elhívásom, mire hívott el engem Isten. És tudjátok, hogy sok ember miért nem ismeri a maga elhívását? Elmondom. Mert amikor az elhívásán gondolkozik, akkor alapvetőleg úgy belövi az ő emberi képességeinek a szintjét. És akkor valahol itt nézi, vagy éppen még alatta, ugye, hogy azért nagy megerültetés ne jöjjön az életére, és akkor keresi, hogy mire hív engem az Isten, vagy éppen amit úgy lát magából, hogy mire hív engem az Isten. És tudjátok, Isten hogy gondolkozik? Azt mondja, lát téged, itt vannak az emberi természetes képességeid ezen a szinten, és akkor azt mondja Isten, hogy akkor na, célozzuk be. De nem úgy, mint régen, én katona voltam, akkor mondták, hogy az alsó széle közepe. Nem, Isten azt mondja, nem az alsó széle. Azt mondja, elhívjuk ezt az embert, és akkor az ő elhívásának a szintje, na, körülbelül, eddig a nyaka elbír, akkor körülbelül itt lesz. És Isten mindig fölé céloz. És tudjátok, hogy ez miért lényeges? Mert az emberi természetes szintjeinkhez viszonyítva az, amit Isten belő, ezt a távolságot kegyelemnek hívják. Ez a kegyelem. És egy elhívás nem fog működni, ha csak természetes szinteken vagyunk. Hát Isten se kell. Hát ezt megcsináljuk mi magunk. De ahhoz, hogy azt betöltsük, ahova Isten célzott, ott mindig van egy kegyelmi rész, amire nekünk szükségünk van. És bármilyen elhívást is hordozunk, erre nekünk szükségünk van, erre az isteni kegyelemre. És ezt akár hova kalibrál bennünket az Isten, ezt mindig meg fogjuk élni, hogy Uram, azt betölteni így önmagamban nem tudom, szükségem van rád. És Isten ezért adja az ajándékait, ezért adja önmagát, hogy ezt be tudjuk tölteni immáron vele. És aztán tényleg a kisegér meg tudja döngetni a hidat az elefánt hátán. Mert az Isten meg tudja csinálni. És meg tudja csinálni veled, és meg tudja csinálni általad.
És még van egy dolog, amit akarnék mondani, hogy nem tudom itt a tisztelt jelenlévők közül, hogy ki az, aki olyan jó stabilan áll abba, hogy mi az én elhívásom, mire hívott el Isten, beleálltam, abba vagyok, döngetünk, és ki az, aki nem. Tudnék egy valami könnyítő dolgot mondani, hogy lehet, hogy keresed az elhívásodat, és valahogy nem találod. Imádkozol érte, de nem találod, nem jön össze. Szeretnék egy javaslatot tenni neked. Talán ezt így, hogy megtaláld, lehet, hogy tényleg van, amikor kicsit nehéz. Hát, ha könnyebb, hogy látsz egy olyan embert, aki viszont megtalálta az elhívását. És olyan ember, aki megy valahova, céllal megy, mert megvan az elhívása, akkor én arra kérnélek, hogy próbáld ki, hidd el, működik. Keres egy olyan embert, aki tudja az elhívását, benne van abban az elhívásban, állj mellé. Állj az ő szolgálata, vagy elhívása mellé, és add magad ebbe. És hidd meg, ahogyan tanulsz, akár pozitívból, negatívból, tök mindegy, ahogy benne vagy, hűséges vagy, az ige is azt mondja, ha hűséges vagy a másén, megkapod a magadét. Sokan ezért nem állnak oda valaki mellé, mert félnek, hogy aztán tényleg ez lesz belőle. Bárpedig higgyétek el, hogy mi erre vagyunk elhívva, mint Isten népe, gyermekei, hogy az ajándékot fölfedezzük, az elhívást megragadjuk, és aztán tényleg abban hűségesek legyünk, abban kilépjünk, és abban akarjunk fejlődni, növekedni, ugyanígy az ajándékokban is, megragadni, elkezdeni, gyakorolni, és törekedni arra, hogy abba fejlődjek. És hidd el, hogyha ezt az eklézsiában ez működik, akkor az eklézsia, én nem tudom, hogy hány szorosára tudna a hatékonyságában növekedni. Márpedig ezt várjuk, hogy itt valami áttörések legyenek. Én a magam részére ezt az évet, az áttörések éveként látom, mert már annyi minden már most áttört, hogy fú, nagy izgalom van bennem még egy csomó dologra nézve. A mennyei pérec, az Isten, a nagy résztörő, áttörő, hogy megy, áttör az ajtón, kapun, és én meg megyek utána, halleluja. Szóval én hiszem azt, hogy Isten ebben fog hozni egy jó áttörést. És én hiszem azt, hogy vágy lesz mindenkinek a szívébe. Uram, bele akarok állni az én elhívásomba. Ott akarok lenni, állni, ahol te látni akarsz engem. Amikor az ajándékokról van szó, akkor általában az Efézusi levélből, ugye 4.11.12, ott bóklászunk, ugye mindjárt a nagy szolgálati ajándékoknál. De amikor aratásról beszélünk, akkor, és éppen Timóteusnak is ezt írja Pál, hogy az evangélista szolgálatát, hogy töltsd be. Van itt köztetek olyan, aki evangélista elhívással bír, és ebbe valahogy ki is lépett, és ebbe valahogy mozog, valamilyen szinten, akik evangélisták. Oké, rendben van. Akkor én hiszem, hogy itt vannak olyanok is, akik valahol ezzel úgy kacérkodnak ezzel a ajándékkal, meg ezzel a gondolattal, hogy ők is meg, de most még csak úgy dédelgetik, akkor gyere légy olyan kedves, te nagy utcaember vagy, gyere. Akkor most én téged kérlek, hogy imádkozz majd ezekért az evangélistákért, akik itt ülnek közöttünk, illetőleg most már állnak, mert azt kérem, hogy álljon föl az, aki hordoz ilyen, vagy benne van, vagy pedig hordoz ilyen vágyat, vagy valamit a szívében, így az evangélista ajándékkal kapja, az evangéliumot továbbadni akarom, és ebbe olyan nyughatatlan a szíve. Na, azok álljanak föl, most legyetek olyan kedvesek. Figyelj, mert ezek nem sokára ott lesznek az utcán melletted. Jól öltözzetek. Akkor légy olyan kedves, imádkozz értük és áld meg őket.
Mennyi atyám, dicsérete háladással jövök eléd. Köszönöm, Uram, hogy elhívtad ezeket az embereket, és engem is senkit, és fölemeltél, Uram. Köszönöm, Uram, hogy megismerhettelek téged, és ezt a drága gyöngyöt, ezt a halhatatlan kincset továbbadhattam. Nagyon hálás vagyok, Uram, hogy megszólíthatunk embereket, és kioszthatjuk a sátán patája alól. Életet adhatunk neki, megmenthetjük őket. Nagyon hálásak vagyunk, Uram, hogy te szenvedtél és meghaltál azért, hogy nekik életük legyen, és ne kelljen szenvedni. Köszönöm, Jézus, hogy te azt mondtad, hogy menjünk, tegyünk tanítványán minden népet és nemzetet, és én veled vagyok minden nap a világ végé. Köszönjük, drága Istenünk, hogy te velünk vagy, Júdea oroszlánja, és győztesek vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy mindenre van erőnk Jézus Krisztusban, aki megerősít engem. Köszönjük, hogy egyetlen ellenünk készülő fegyver sem jó szerencsés. Köszönjük, hogy egyúton jön a sátán, és hét úton menekül. És én, Uram, most megáldom most azokat, akik felálltak, de azokat, akik még most fognak felállni utána, és menni fognak, és hirdetni fogják a te szent nevedet. Áldjon meg a 20-as Zsoltárral, hallgasson meg titeket az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg titeket Jákob Istenének neve, küldjön nektek segítséget a Szent Erről, a Sionból támogasson titeket, emlékezzék meg minden ételáldozatotokról, égő áldozatokat találja kövérnek, cselekedjék veletek szívetek szerint, teljesítse minden szándékotokat, hogy örvendessünket és szabadításotokba, és a mi Istenünk nevével zászlót lobogtassunk. Teljesítse az Úr minden kérdéseteket, és legyetek áldottak, és áldás hordozók. Amen. Halleluja. Jó. Katonás volt. Akkor lesznek ugye olyanok, akik meg lesznek szólítva utcán, vagy munkahelyen, vagy bárhol. Én hiszem, hogy ezt hozza az Úr, és lesznek, akik külön tényleg ajándékkal fogják ezt nagy kenettel csinálni, és aztán jönnek az emberek a gyülibe, igaz? És akkor ott a pásztorok fogadják nagy örömmel őket. Kik azok, akik pásztori ajándékot kaptak, és abban működnek is? Fontos, hogy tudjad, mert a gyülekezetet tagjai figyelnek. Oké. Szuper. Kik azok közületek, akik valahol hordoznak egy ilyen ajándékot? De figyelj, a pásztor az nem mindig itt áll, hanem ott van a házi csoportban is, aki összerakja, csoportokat vezető, és a többi. Tehát egy csomóféle szintű pásztor létezik, és az ajándék sokféle szinten működik. Kik azok közöttetek, akik valahol ilyen jelleggel szeretnétek az embereket úgy fogadni, emelni, építeni, és a többi. Tehát ilyen úgy meg kacérkodik ezzel a pásztori ajándékkal, de mondom, most nem feltétlenül, de ez is benne van, az ilyen mikrofonos, ezer ember, és a többi. Hanem csak úgy, csak egy ilyen pásztor, hogy lehet, hogy egy kis csoportot szívesen vezetnél, vagy vezetsz is, akkor azokat kérem, hogy legyetek kedvesek, álljatok most föl. Ha vagytok ilyenek. Geri, gyere, te egy ifjú pásztor vagy. Te most itt egy egyházat képviselsz, igaz? A színét is mondjam? Veres egyház. Gyere. Uram, a háradással állunk meg te előtted, és köszönjük a pásztorokat, köszönjük, Uram, azokat az elhívott embereket, akiket megbíztál avval, hogy figyeljenek a gyülekezetre, akik ápolják az embereknek a szívét, akik fogadják szeretettel az embereket, akik felemeljék a csüggedőket, akik elcsüggednek, azokat az embereket, akik sokszor meg vannak fáradva, és hogy beszéljenek hozzájuk, és imádkozzanak értük, és megáldjuk, Uram, ezeket a pásztorokat, áldást mondunk az ő életükre, áldást mondunk rájuk, hogy
mindenféle támadás, ami ellenük irányul, azok hulljanak le, Úr Jézus, a te nevedben, és kérek téged, Uram, azért, hogy te áld meg a pásztoroknak a munkáját, hogy a te hatalmas nagy szellemednek a munkája az kiáradjon az ő munkájukon keresztül, hogy amikor foglalkoznak, Uram, emberekkel, az ő szívük az meggyógyuljon, az ő teljes mértékben helyre áruljon, és szórunk, Uram, így áldást ezekre a pásztorokra, ezekre a vezetőkre, akik akár kis csoportban, akár gyülekezetben szolgálnak. Kérjük, Uram, a te mennyei áldásodat. Amen. Amen. Köszönöm szépen. És akkor nagyon fontos, hogy legyenek tanítók, igaz, akik tanítják az Úr népét, és az igét is jól ismerő emberek. Kik azok, akik tanítói ajándékkal bírnak, és tanítanak is, tehát benne vannak. Húha, ilyen kevés a tanító? Oké. Okay. Jó. Na, rendben van. Oké. Okay. És akkor kérdezem azt, hogy kik azok, akik, ugye mert a gyülekezetben a növekedéshez ugye a proféták is kellenek, kik azok, akik proféták és profétai ajándékban mozognak is, kilépnek, szolgálnak, van lehetőségük rá, proféták. Ilyen kevés, vagy sötét van, és azért nem látom a kezeket. Jó, mindegy. Oké, okay, jó, akkor rendben van. Na, akkor egy tanító, aki fölemelte tanítóként a kezét, az jöjjön már ide. Gyere ide. És egy proféta is, aki a profétákért imádkozik. Zoli, ott sötétben bujkáló, gyere. Jó, akkor azt most kérem, hogy akkor a tanítók meg a proféták együtt álljanak föl, akik ilyen ajándékot hordoztok, szeretnétek hordozni, vágy van bennetek erre, szívesen tudnátok kilépni ebben tanításra, gyerektanítók is vannak, női körökben is vannak tanítók, és egy csomó terepen lehet tanítani, úgyhogy az nem kell mikrofon feltétlenül, úgyhogy szuper. Akkor légy olyan kedves, a tanítókért először. Atyám, köszönöm, hogy te régtől szerettél engem, és diákként nem nagyon szerettem a tanárokat, de aztán megadatott, hogy én is tanítottam, sőt, igazgató is lettem iskolába. Imádkozom azért, Uram, hogy azok, akiknek a vágy van a szívében az, hogy a megismert dolgokat továbbadják, akiknek vágy van a szívükben, hogy feljebb, mint ami az emberi értelem számára befogadható, a te bölcsességedből merítsenek. Azokra öntsed ki, Uram, az ismeretnek a kenetét, öntsed ki az alázatosságot, öntsed ki azt a szeretetet, hogy úgy tudjanak a szívekhöz kommunikálni, hogy igazából a te szeretetedet tudják kommunikálni, de mindazokkal az ismeretekkel, ami kell ahhoz, hogy győzelmesek legyenek, hogy fölismerjék az ellenséget, az akadályokat, hogy fölismerjék az igazán fontos dolgokat, és hogy legyen bátorság bennük aktuálisan, érdekesen, és a te keneteddel hirdetni az üzenetet. Köszönöm, Uram, az, hogy van egy ismeret, ami megszerezhető, és amiért felelősek is vagyunk. És hálát adok azért, hogy te mindig előhívtál évszázadok óta, és most is hívsz elő olyanokat, akik sikeresek lesznek a továbbadásába. Minden tanító tudja az, hogy te vagy a fej. Minden tanító tudja az, hogy a te írásod, a Biblia az, ami igazából tanít. És én imádkozom azért, hogy legyen egy kenet azokon, akik tényleg a te szeretetedben, a te bölcsességedre vágynak, és ahogy Esdrás erős szívvel törekedett, hogy megismerje, hogy cselekedje és tanítsa az írásokat Izraelbe, ebbe a sorrendbe tudjanak működni. Amen. Amen. Szentem, itt állunk előtted, és köszönöm azt, hogy nem emberek mutattak ránk, hanem te mutattál ránk. Te hívtál el bennünket, hogy a profétáid legyünk, és itt állunk előtted, és amit most én kérek, az az, hogy taníts meg bennünket benned élni, ne csak kapcsolatban lenni veled, hanem benned élni, és
érteni a gondolataidat, érteni a szívedet, és köszönöm Istenem azt, hogy nincsen limitáció abban, hogy veled kapcsolódjuk. Köszönöm neked azt, hogy megnyitod ebbe az időszakba a trónterem élményeket. Megnyitod ebbe az időszakba a te profitáid számra a trónterem élményeket, akkor bemehetünk oda a trónterembe, Istenem. Köszönöm neked azt, hogy megtanítasz, hogy a szívedet azt tovább tudjuk adni, és hogy a mi szavaink azok a te szívedet képviseljék, Istenem. És Atyám, köszönöm azt, hogy a hallásból, a megértésből felemelsz bennünket a bölcsesség beszédével, hogy tudjuk átadni azt, amit a te valóban mondani akarsz, az alkalmazást is. Atyám, köszönöm, hogy adsz ebben a időszakban megértést azzal kapcsolatban, hogy kik azok, akiket ránk bíztál, hogy a mi hangunk az kiknek szól, hogy rajtunk keresztül kiknek akarsz beszélni. És Atyám, köszönöm azt, hogy ez egy jól felismerhető terület, Atyám, és Atyám, mi akarunk jó sáfárkodni ebbe. És Atyám, imádkozom azért, hogy add, hogy a saját hangunkban tudjunk járni. Halleluja! Így hívom elő az identitásodat. Így hívok elő egy erős identitást benned a Jézus nevébe. Egy tiszta, egyedi hangot, ami a te hangod. Halleluja! És mindenféle blokk, mindenféle limitáció az eltűnik, ahogy egy vagy Jézusban, és tudod, hogy ki vagy benne, és kicsoda ő te benned. Jézus nevében szólok így szabadságot annak a profétai szónak, aminek a forrása te vagy. Erre az időszakra éppen. Halleluja! És még egy dolog, legyen örömöd. Előszólítok örömöt benned, azért, mert az, aki az Isten szívét érzi, az nem lehet szomorú, az nem lehet megfásult, az nem lehet leterhelt, hanem jöjjön egy öröm beléd, legyél egy olyan proféta, aki örömből profétál, legyél egy olyan proféta, aki örömmel szólítja meg az Isten, vagy szólaltatja meg az Isten hangját, mert az Isten örül. Halleluja! Itt van az örömnek az ideje. Amen. Amen. Köszönöm, foglaljatok helyet. És akkor még kérdezem, hogy ki az, aki apostoli elhívásban van, ez gyakorolja. Ez egy duett lesz. Akkor Imre, mert te egy csomószor fölálltál, mindenhez megjelentkeztél. Gyere, hívjad az apostolokat. Van itt, aki ilyen apostoli elhívást hordoz közöttetek? Oké. Okay. Jó. De gyere imádkozni, hívd elő az apostolokat, és innentől te vagy a felelős ezért, hogy... Az jó, hogy van egy igazi felelős, a Krisztus. Atyám, mi az Úr Jézus Krisztus nevében hiszünk abban, hogy az utolsó idők egyháza újból erőteljes és dinamikus lesz, mint az első időkben. És az apostolok és a proféták alapjaira helyezed és erősíted meg a te népedet. Atyám, ezért most kiáltunk, hogy hívd el az új generációs apostolokat. Ragadd meg a fiatalokat úgy, ahogy megragadtad Pált. Uram, ahogy megragadtad, Uram, Saulként, és ez a megragadás Pállá formálta őt. Uram, kiáltok, hogy ragadd meg a fiatalok közül azokat, akiket elhívtál, felkészítettél, belehelyeztél ilyen ajándékokat, hogy apostolokká váljanak a te kezed alatt. Uram, hívjuk elő, fölszabadítunk egy újabb apostoli generációt. Uram, akik egy-egy régióért, egy-egy területért, vagy akár egy nemzetért, egy-egy környezetért felelősséget és küldetést kapnak Istentől. Uram, kiáltok az apostolokért. Uram, hívd elő ezeket a Jézus Krisztus nevében. És Uram, imádkozom, hogy minden ördögi akadály, imádkozom, hogy minden emberi magaslat, elmebeli magaslat és minden olyan emberi tényező és ördögi tényező, ami gátolja ezt, hogy a te hívásod mindennél erősebb legyen. Hogy áttörje ezeket az emberi ördögi akadályokat, és be tudjon állni arra a pályára, amire te beállítottad őt. Uram, ezért megáldjuk már a működő apostolokat, és előhívjuk az apostoloknak egy új generációját a Jézus Krisztus had nevében. Amen. Úgy legyen. Úgy legyen. Én már át kell adjam a mikrofon, de még egy volt bennem. Ki az, aki az adakozás ajándékával bír? De csak olyan magasabbra emeld a kezed, hogy oké, akkor Feri, te vagy az? Igen, Szent Ferenc, gyere! Magyar Eklézsia Szent Ference. Oké, akkor, mert ez úgy gondolom nagyon fontos a jövőben, hogy az ilyen ajándék. Amen.
Drága Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy az Úr, és nálad van minden gazdagság és minden kincs, és köszönjük neked, Uram, hogy ebből nekünk is adtál, és köszönjük, hogy adhatunk ebből vissza a te egyházad számára, a te gyülekezeted számára, a te országod számára, hogy épüljön és növekedjen minden területen, szellemileg és anyagilag egyaránt, Uram, és köszönjük neked, hogy te fölfakasztasz új lehetőséget, és én most tényleg imádkozom, hogy árasz ki, Uram, itt közöttünk a jókedvű adakozásnak a szellemét itt közöttünk, hogy valóban fölfakadjanak azok a források, amelyek én hiszem, hogy ott vannak a mi életünkben, a vállalkozásainkban, a munkahelyünkön szerzett pénzben, és köszönjük, hogy ezzel szolgálhatunk neked, és odaadhatjuk, és köszönjük neked, és szólunk bőséget és gondviselést. Uram, én köszönöm neked, hogy te amikor adtad, hogy fölépüljön a Szent Sátor, és adtál hozzá látást, kijelentést, akkor azt mondtad, hogy most pedig jöjjön a nép, és adakozzon, hogy fölépüljön. És köszönjük, hogy jöhetünk ez a nép, és adakozhatunk, hogy épüljön a te jelenléted, a te dicsőséged Jézus Krisztus nevében. Amen. 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 Tehát mindannyiunknak vannak ajándékaink, vannak elhívásaink, mi értékes emberek vagyunk, Isten népe egy értékes csapat, és Isten, hiszem, hogy ezteket az ajándékokat, elhívásokat akarja kiemelni az életünkből, hogy az eklézsia valóban enneknek a mentén tudjon menni, és tudjon ne csak egy túlélő eklézsia lenni, hanem egy győztes eklézsia lenni. Amen. Áraszt ránk, szellemed, s nyisd meg felettünk a mennyet. Áraszt ránk, szellemed, nyisd meg felettünk a mennyet. Csak rád, Jézus.
vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, csak nád Jézus. Nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék, nincs több, mire vágyhatnék.
szent és vonzó, sosem újjon el. Nem áldásokért jöttem, Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak vágyom rád. Bánom, mikor megszokásból jöttem, úgy bánom, mikor a számdalol csupán vissza az első szeretethez, a szívem megnyitom felé. És úgy bánom, mikor hosszú listát hoztam, és róla közben elfeledkeztem, vissza az első szeretethez, a szívem megnyitom felé. Jelenléted átjár, sokért jöttem, s Jézus, nem vagy adósom nekem, és minden csodás ajándékon túl csak vágyom rád. S úgy vágyom, semmi más nem kell.
semmi más nem kell. Köszönjük a te jelenlétedet, Jézus. Köszönjük, Jézus, hogy a te jelenlétedben minden megtörténhet. Köszönöm, hogy a te jelenléted felfrissülés számunkra. Köszönöm, hogy a jelenléted egy változás számunkra. És Uram, úgy jövünk eléd. Úgy megyünk, lépünk be. Hogy a te jelenlétedben tudjunk megváltozni. Halleluja. És a következő percekben fogunk imádkozni azokért, akik lehet, hogy szolgáltad az Urat hűségesen, sok mindent oda tettél neki, de egyszerűen elfáradtál. Lehet, hogy régi motoros vagy, sokat szolgáltál, de elfáradtál. Lehet, hogy új motoros vagy, de elfáradtál. És most, mint mi az új generáció tagjai, Áron, Bálint, gyertek kérlek. És egyszerűen csak engedd meg, hogy az Úr megérintsen. Engedd meg, hogy most kapj egy érintést, és ez vonatkozik azokra, semmiképpen nem szeretnénk kihagyni azokat, akik online követitek, többen vagytok. Ha úgy nézed online ezt az Isten alkalmat, hogy téged is érint, akkor kapcsolódj be, hiszem, hogy a Szent Szellem átmegy minden határon. Úgyhogy ha így vagy itt, kérlek csak vegyed, fogadd a Szent Szellemnek a frissítő jelenlétét. Azt hallottam Istentől, hogy azt mondta, hogy nem adom a dicsőségemet másnak. És azt éreztem, hogy többen abban fáradtatok el, és fáradtunk el, hogy megtanultunk dolgokat Istentől, kaptunk ajándékokat Istentől, megharcoltunk harcokat, és Isten adott kenetet ezekben a harcokban. De jobban kezdtünk el bízni abban, ami a miénk, amit adott, mint ő benne. És azt hiszem, hogy azért fáradtunk el többen, vagy fáradtatok el, mert abban bíztunk inkább, amit Isten adott neked, módszert, látást, megharcolt harcot, kijelentést, amivel szolgálj. De inkább bíztál abban, hogy majd kikaparod a gesztenyét, és majd meg fogom csinálni, és addig csinálom, hogy jó lesz, és erre majd az Isten válaszol, mint abban, hogy az Istenben bíznál. És Isten akar többet adni, de ha sajátodban bízol, a te megértésedbe, a te kijelentésedbe, a te módszeredbe, akkor tiéd lenne a dicsőség. De azt mondja Isten igéje, hogy jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Azt mondja neked az Úr, hogy nem a kijelentés a rossz. Megbecsüli a megharcolt harcaidat és azt a kenetet, amit adott. Az ajándék és az elhívásod nem változott meg, de az Úré a dicsőség. És az Úrnak kell visszaadni, és amikor elfáradsz, ha belefáradtál, ha azt érzed üres, akkor nem felejtett el az Úr. Nem vagy egyedül. Isten azokat a kijelentéseket, harcokat nem véletlenül adta neked, de azt mondta, hogy várjál, add meg magad, mert ő fogja behozni. Nem neked kell kikaparni, nem a te dicsőséged lesz. Ha megadod magad és bízol az Úr hatalmában, ő át fogja törni. Csak hallgass rá, és abba legyél engedelmes, azt használd, amit adott neked, mert az érték is ő adta, és ezért fogok imádkozni. Menjen ide, Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönöm, hogy megbecsülsz minket. Köszönöm, hogy látod a mi harcainkat. Köszönöm, hogy látod a mi szívünk vágyát. Köszönöm, hogy pontosan tudod, hogy mennyire fáj az, ami még nem tört át, ami fáj a gyülekezetben, amiket nem becsülnek meg, amiben nem veszik észre. Atyám, köszönöm, hogy ezek nem véletlenek, ezeket te adtad, és dicsérünk érte ezért a názáreti Úr Jézus Krisztus nevében. De Atyám, köszönöm, hogy ma megállhatunk, és lerakhatjuk azt, ami emberi. Bocsásd meg, Uram, amikor szellemben kezdtük, de testben folytattuk. Atyám, bocsásd meg, amikor mi akartuk kierőszakolni, és a magunkéra néztük. Atyám, megtérünk belőle a názáreti Úr Jézus nevében, és köszönöm, hogy nem kell más tennünk, mint neked engedelmeskedni. És az áttörés jönni fog, a kenet meg fog jönni, mert te dicsőséges és jó atya vagy, és te adod magad, te hozod a változást, te hozod az aratást, te hozod a kenetet, ezért az Úr Jézus nevében a bizalomnak a feltörését szólom a mi szívünkbe az Úr Jézus nevében, hogy az élő Úr hatalmas, hogy nem neked,
nekünk kell megcsinálni, hanem az Úr fogja véghez vinni. Az Úr Jézus nevében megáldalak ezzel a hittel, ezzel a bizalommal, ezzel a nyugodalommal, ezzel a megnyugvással, hogy az élő Isten harcol értünk, és meg fog jönni a szabadulás, meg fog jönni az áttörés. Megadjuk neked, Uram, újra a dicsőséget, és így dicsérünk és imádunk. Semmi más, semmi más, semmi más, Uram, csak Te. És köszönöm, hogy Te jönni fogsz, Te elhozod az áttörést, a felüdülést, a megbecsülést, mert ez vagy Te, mert ennyire szereted a népedet, mert ilyen vagy hozzánk, dicsérünk és magasztalunk. És köszönöm, hogy így szólhatok felfrissülést, felfrissülést a megfáradtnak. Köszönöm, Atyám, hogy a legkiválóbbak is elfáradnak, de akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak, s nem lankadnak meg, járnak, s nem fáradnak meg. Az Úr Jézus nevében felfrissülést szólok a te szívedben, élő vizeknek folyamait, az élő vizeknek folyamai, minden száraz hely, legyél élő a Názáreti Jézus nevében, minden üresség és magányosság a Názáreti Jézus nevében, a fiúság szellemét szólom ezekre a helyekre, és köszönöm, Atyám, és téged imádunk, és tiéd minden dicsőség, és tiéd is marad a Názáreti Jézus nevében. Amen. 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 Én pedig most hívnám azokat, akik hisznek a Jézus Krisztusban, hisznek a megváltásban, de mégis még a betegségnek a lánca megkötözi őket. Hívlak most titeket, és én azt szeretném csak előtte mondani, hogy ne abba hiszek, hogy nem az ima gyógyít, hanem Jézus Krisztus gyógyít. Jézus Krisztus, és az, hogyha az ő nevét erőben hívjuk. Mert az ő nevében benne van az, hogy ő, hogy mi történt a kereszten. Hogy a kereszten nem csak a bűnödet vette el, nem állt meg itt Jézus, hanem azt mondta, hogy elveszem itt a földi betegségedet is. Elveszem minden szenvedésedet. Úgyhogy ha most így vagy itt, és esetleg most még nem állsz, állj fel. Ha hiszel ebben, hogy Jézus Krisztus meghalt a betegségédért, állj fel. Ha akarsz ebbe hinni, de esetleg elfáradtál már a régóta tartó imaharcban, akkor most csak kiálts nyelveken, kiálts a belső hangoddal. Isten meghallgatja itt a közös kiáltásunkat. Úgyhogy Jézus Krisztus nevében, Atyám, megvallom én azt most, hogy hiszünk benned Jézus Krisztus, mint megváltó. Hiszünk Jézus Krisztus benned, mint amit gyógyítunk. Hiszünk abban, hogy a kereszten meghaltál minden bűnünkért, meghaltál minden betegségünkért, Atyám. És hiszem azt, Atyám, hogy ennek most ennek a lánca le fog hullni ma itt a Jézus Krisztus nevében, Atyám. Hiszek abban, Atyám, hogy ennek itt most itt kell hagyni azt a betegséget a Jézus Krisztus nevében. És azzal tudunk a kígyó fején taposni ma, Atyám, hogy elhisszük ezt, és megvalljuk ezt, Atyám. És lehullik minden ilyen tünet most az életünkben. Lehullik minden ilyen, Atyám. És a Jézus Krisztus nevében jöjj most, járj át a Szent Szellemeddel, Atyám. Járd át ezeket a területeket, ahol most érezzük ezeket a tüneteket, és megtagadunk minden olyan dolgot, amit esetleg kifogásként mondtak az orvosok is, hogy ez azért van, és ez ezért nem fog elmúlni. Atyám, hiszünk abban, hogy a te csodád majd kiárad ránk, kiárad, Atyám, és imádkozok most azokért is, Atyám, akik nincsenek itt esetleg, de ismerjük őket a családjainkban, a barátainkban, tudjuk, hogy betegségtől szenvednek, Atyám, hiszem, hogy erről a helyről most erő árad ki, a te csodád árad ki, és imádkozunk most ezekért a testvérekért, ezekért a rokonokért, ezekért a barátokért, hogy gyógyuljanak meg ma itt, ma a Jézus Krisztus nevében, vagy akik a kamerák előtt vannak, Atyám, és ott nézik most, és ugyanúgy felemelik a hangjukat, és el vannak fáradva már, Atyám. Hiszem, hogy ma áttörik ez, hiszem, hogy ma lehullanak ezek a láncok, és hiszem azt, Atyám, hogy ma megtapasztaljuk a teljes gyógyulást és a teljes szabadságot a Jézus Krisztus nevében. Lehullik ma minden migrénes fájdalom. Atyám, elmúlnak ma a sérvek. Atyám, elmúlik a ráknak az ereje a Jézus Krisztus nevében. A rák, amire azt mondják sokan, hogy gyógyíthatatlan. A Jézus Krisztus nevében ez ma meggyógyul. Meggyógyul minden ilyen. Meggyógyulnak ma a zöld hályogok. Meggyógyulnak ma a tértfájdalmak. Minden járás probléma. Meggyógyulnak a látás problémák, Atyám, a Jézus nevében. Minden ízületi fájdalom a Jézus nevében most elmúlik, és kiárad a te Szent Szellemed, kiárad az erőd, és kiárad a csodád, Atyám. Köszönöm ezt neked. Köszönöm, Atyám, a Jézus nevében. Amen. Amen. Már nincs sok hátra, de még szeretnék néhány dolgot megtenni, és egy ilyen prófétai rész fog következni, és igyekszünk 8:30-kor befejezni.
Úgyhogy ebben, ha ültök, álltok, úgyis fel fogtok állni, nem fogjátok kibírni. 2024, és ez az időszak több proféta szerint a világ számos részén, és mi is úgy vettük, hogy a kapuknak az éve, az ajtók éve, köszönöm közben, hogy itt voltatok, a kapuknak az éve, az ajtóknak az éve, István úgy fogalmazta, hogy az áttörés éve, és ez szorosan összefügg, és hisszük azt, hogy ez egy olyan időszak, amikor ezek az ajtók és a kapuk, ezeket Isten kinyitja az életünkbe. Az a kérdésem, hogy vonatkozik ez mindenkire szerintetek? Én úgy vagyok az ilyen, az időszaki proféciákkal, hogy hiszem, hogy akik erre nyitottak, akik befogadják ezt a proféciát, akik birtokba veszik és hiszik, Isten azok számára fog kaput nyitni. Ha valaki elutasítja a proféciát, azt kell mondjam, hogy az elutasítja azt a hitet, amivel Isten nyit és letör vazzárakat, és ez a mi döntésünk. Lehet, hogy van, akik sérültek már profétai emberektől, proféciáktól, de ebből meg kell gyógyulni, mert attól még, hogy sérültél, attól még az Isten igéje igaz, attól még a profécia, a kijelentés a mennyből jön, és akarja, hogy áttörés hozzon az életünkbe. És ez nagyon fontos, hogy tartsunk önvizsgálatot ebben. És ezzel kapcsolatban Zoli és Zsolt, gyertek kérlek ide, fogunk ezekért imádkozni, és hisszük, hogy az Úrra figyelünk. Nagyon leálltatok. Légy szíves egy kis. Dávid is mindig zenélt, és akkor jött a kenet. Halleluja. Az Ézsaiás 45-ből szeretnék egy szakasz felolvasni, és arra kérlek, hogy vannak igék, amiket kívülről tudunk. És én magam, most magamról beszélek, valamikor úgy hallgatom, ezt már ismerem. Kívülről is tudom. De amikor úgy hallod, amikor olyan füllel hallod, hogy ez a te életedre, ez egy meghatározó lehet ebben az időszakban, amikor Isten áttöréseket hozhat olyan területeken, amik eddig le voltak zárva, akkor hiszem, hogy Isten teljesen más megvilágításból fogja a szívedbe írni ezeket az igéket. Ha nyitott vagy erre, akkor kérlek, így hallgasd ezt. Ézsaiás 45. Ezt mondja az Úr felkentjének, Círusznak, akinek megfogtam a jobb kezét. Népeket terítek le előtte, és királyok ővét oldom meg. Kitárulnak előtte az ajtók, és nem maradnak zárva a kapuk. És most figyeljetek, hallottátok már sokszor. Azt mondja Isten ma ebben az időszakban ennek a nemzetnek és neked. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, a vazzárakat leverem, neked adom a sötétség kincseit, és az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged neveden szólított, Izrael Istene. És hiszem, hogy ezt megragadod, ezt a kijelentést, akkor életednek ebben a szakaszában Isten olyan vazzárakat tör le, olyan kapukat tör be, olyan ércartókat, amik eddig zárva voltak. Mert amit egyszer Isten kinyit, az nyitva lesz. És ez az időszak az, amikor Isten megnyitja. És fogunk ezért imádkozni. Kérlek, gyertek, álljatok föl. Szeretnék figyelni az Úrra, hogy mi az a konkrét dolog, amit mutat ezzel kapcsolatban. Akár az életedben személyesen. Halleluja. Uram, hálát adok azért, hogy te vagy az, aki az ércajtókat betöröd. Uram, vannak itt olyanok, és az online vonalon is, akiknek akadály volt egy vállalkozás, és eddig akadályoztatva voltak engedélyek, és akartál elindítani egy vállalkozást, és egyszerűen zárva volt ez az ércajtó, mert nem kaptál meg engedélyeket, mert nem jött meg az a forrás, anyagi forrás. És Uram, ezért most kiálltok, ezért a személyért, vagy többekért, hogy Uram, a Jézus nevében imádkozom, hogy törd össze ezt az ércajtót. Verd le ezt a vazzárat, ami akadálya ennek.
hogy átmenjél ezen a kapun, és Isten megnyisson olyan forrás és olyan csatornát, ami el volt zárva eddig. Halleluja! Halleluja! Én azt kaptam ezt a bátorítást, hogy vannak olyan ajtók, amik azért zártunk be azon a területen, ahol mozgunk az életünkbe, mert rossz tapasztalataink voltak, vagy azért, mert van egy olyan teológia, amit kaptunk, ami azt mondja, hogy ezzel ne foglalkozzunk, ezekkel az, és mindig emberekről van szó, és van egy nagyon erőteljes állítás, hogy az, amit démonizálok, azt nem fogom tanítványozni. Amit démonizálok, azt nem fogom tanítványozni. És Jézus, amikor oda ment Mátéhoz, a vámszedőhöz, és aztán utána még ráadásul nála volt, és az ő barátaival együtt vacsorázott, és kinyúlt feléjük, akkor azt mondták a körülötte levők, hogy mit csinálsz, nem tudod, hogy ki kell vagy. És most egyszerűen azt érzékelem, hogy vannak ajtók, amik ki tudnak nyílni, és ez az egyetértésünket kérje az Isten olyan embercsoportok felé, üzleti körök felé, ezt érzem, oktatási körökben, oktatásban dolgozó emberek felé. Azt látom, hogy különböző generációkban olyan csoportok felé, akik valamiért a külsejükkel elijesztenek, vagy félelmet generálnak, vagy olyan gondolkodásmódot képviselnek, ami ijesztő, mire azt mondjuk, hogy én ezzel nem akarok közösséget vállalni. Az Isten nem azt kéri, hogy én közösséget vállaljak valami rosszal, hanem azt kéri, hogy legyek egy ajtó, aki keresztül az Isten jövő életbe tud folyni. És most erre hívlak, hogy egyszer érzékelem azt is az online nézők között is, hogy vannak, akik az Isten nem a gyülekezetben akar téged pusztán szolgálatban használni, hanem ki akar küldeni téged ebbe a világba, a világnak az árva fiai közé és árva lányai közé, hogy oda tudjon megjelenni az Istennek a radikális jósága, az ő radikális békessége, az ő radikális szeretete és öröme, és kell, hogy kinyíljanak ajtók, mert vannak csatornák, amik régen folyt benne az élővíz, és elérte az embereket, de most le vannak zárva, és ki vannak száradva. De te és én vagyok az, aki keresztül kinyílik ez. Úgyhogy most, hogyha te ez vagy, és ezt te tudod, akkor hall tőlem, hogy régen lehet, hogy távolságot építettél, mert ezek voltak a tapasztalat, vagy a teológiát, de az Isten felülírja ezt, és egy új teológiát ad neked, mert az irgalom diadalmaskodik az ítélet felett. Az ítélet helye a félelem helye, az irgalom a szeretetnek a helye, és mindig van bőségesen szeretet, hogy minden félelmet kitöröljön. Amen, van valaki, aki egy velem ebbe? Akkor gyertek, és most csak álljunk ide bele, és azt mondjuk, hogy Istenem, én akarok lenni ez az ajtó, ez a kapu, ami kinyílik. És én akarok lenni az a csatorna, amin keresztül a te radikális szeretetet kiárad. Amin keresztül újra megszólal a te radikális jóságod. És hogyha én ott a munkatársaim között, az egyetemen, az iskolában, a gimnáziumban, hogyha azok között, a szomszédok között, aki között voltam, a saját rokonságomban, ahol megszűntem beszélni a te jóságodra, mert visszautasítottak, hogyha most visszalépek ide, kinyitom újra az ajtót, hogy a te szereteted áradjon. Ó, ne állj meg, gyere velem, gyere most velem ebbe, csak a szívedet gerjeszt fel ebbe. A szívedet enged, hogy meginduljon. És megnyitom a szívemet, Uram, megnyitjuk a szívünket, mert nem hagyjuk egyedül ezeket a gyermekeket, akik még nem ismernek téged, azokat, akik árvaságban vannak, és atyám, bemegyünk ezekre a területekre, elmegyünk a Mátéknak a házába, halleluja, találkozunk azokkal a magdalai Máriákkal, elmegyünk azokra a helyekre, ahol az ördöngös van Gadarába, elmegyünk, Szidonba, ahol a föníciai asszony van, elmegyünk hozzájuk, elmegyünk ezekre a helyekre, és nem nevezem tisztátalannak, amit megtisztítottál, bemegyünk oda, Istenem, és visszük a jóságodat, halleluja. És bár ez az időszak, hallotok? Bár ez a hét nem a nemzetről szól, de nagyon a nemzet számára van egy üzenet a szívemen, és hagy mondjam el. És azért imádkozom, hogy a mi nemzetünk számára is nyíljanak meg ajtók, olyan érszajtók, és törjenek olyan vazzárak, ami által valami felszabadul ebbe a nemzetbe. És ez nem arról szól, hogy tökéletes nemzet vagyunk. És nem arról szól, hogy ennek a nemzetnek tökéletesek a vezető. Erről egyáltalán nem. És ez nagyon fontos, ahogy Magyarország áll Izrael oldalán, és ahogy Magyarország sok helyen képvisel Izraelt, és kiáll Izrael mellett, az ugyanaz a dolog, ahogy Círus, egy pogány vezető és király kiállt a zsidó nép mellett, és ahogy elengedte a zsidókat abból a fogságból, ezért Círus megáldotta az Isten,
és ezért kinyitotta előtte a kapukat, és a vaszárakat letörte. És hiszem, hogy ahogy Magyarország kiáll Izrael mellett, és felemeli a szavát azért, hogy a zsidó nép, Isten népe egy szabadságot nyerjen, hiszem, hogy ezért Isten kegyelme meg fog nyilvánulni a mi nemzetünkbe. És ez nem egy logikai dolog, ez Isten szívén lévő dolog, és hiszem, hogy Isten egy jutalmat fog adni a nemzetünknek, és hiszem, és Uram, imádkozunk azért, hogy valóban álljunk ki a zsidóság és Izrael mellett, nem azért, mert tökéletes a zsidóság, nem azért, mert Izrael tökéletes, hanem azért, mert ezt mondtad, azért, mert a te néped, és ezt adtad, hogy aki megáldja Izraelt, az áldott lesz. És hisszük, Uram, hogy a mi nemzetünk áldott lesz, és hisszük, hogy megnyílnak kapuk, és ajtók és vaszárak nyílnak meg, hogy nagy dolgok történjenek ebben a nemzetben, hogy rajtunk keresztül az Isten szellemes igéje kiáradjon más nemzetekbe a Jézus nevébe. Halleluja! Halleluja! Vannak kapuk, amik kimenetelre, és vannak kapuk, amik bemenetelre szólnak. És Isten szelleme mutat nekem olyan kapukat, amik előtt nagyon sokan álltok. Hallom a proféciákat mondod magadba, de mi vonatkozik rám? Hallom, hogy nyitott kapuk éve, de mi vonatkozik rám? Elfáradtam, nem értem, hova kell belépnem? És Isten szelleme azt mondja, hogy van, amikor a kapu befelé szól a családodba. Hogy menj vissza a családodba. Menj vissza a feleségedhez. Nagyon érzem, hogy Isten szellem azt mondja, hogy kérlek, fiam, menj vissza az ifjúkorodban elvett feleségedhez. Egy házasságban éltek évtizedek óta, de nem missziózzál most kint, hanem menj haza és szeresd. Lopjátok, el lettek lopva évek, el lettek lopva szeretetek, el lettek lopva örökségek, és Isten szellem azt mondja, hogy én ez a kapu most neked, hogy menj a családodba, menj vissza, gyermekek, menjetek vissza, és mondjátok el, rég nem látott apáknak, vagy anyáknak, hogy megbocsájtotok, hogy elengedetek. Úgy érzem, hogy Isten szellem azt mondja, hogy hatalmas kapu nyílik most neked, hogy rendezd a kapcsolataidat. Ez a profécia. Utána kapu, utána, amikor ezt megteszed, akkor utána ki fog nyílni egy másik tér, de az Úr azt mondja, hogy nem tudlak most tovább engedni téged. Nagyon sokaknál ezt érzem, hogy nem tudlak téged tovább engedni, nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert a hátad mögött van egy űr, ami nincs betöltve. A kapcsolatok a családon belül nincsenek betöltve. Sokan úgy állunk egy kapu előtt, hogy próbáljuk a varázsigéket megmondani, mint egy bizonyos filmben, nem tudom, van-e rá szabadságot, hogy nem mondom a Gyűrűk Ura filmnek a címét, de ott álltok egy kapu előtt, és hogyan lehet bemenni, mi a varázsszó, mi az ige, megvallás, stb. És nem nyílik ki. De Isten szellem azt mondja, hogy a megbocsájtás, az elengedés, vannak olyan ügyek most az életedben, olyan kapcsolati ügyek, amiket nem tudsz kikerülni. Idáig megengedte az Úr, hogy mással is foglalkozz, de az Úr azt mondja, hogy beszűkítettem most a lehetőségedet, és ott van egy név, az a név, akihez oda kell menned, akivel rendezned kell a kapcsolatot méghozzá szívből. A szeretettel muszáj oda menned. És Isten szelleme mutatja nekem, hogy te most már sejtett, hogy melyik az a név, kihez kell oda menni. Lehet, hogy egy szülő, lehet, hogy a testvéred, valakinek egyébként a testvére, valakinek a bátyja egyébként az az ember, akihez oda kéne menned. És azt mondja az Úr, hogy igazad volt, igen, igazad volt, de ez nem számít semmit. Menj a bátyádhoz, menj, és szeresd meg, te kérj bocsánatot, szüksége van te rád. És látok ilyen szükségeket ezen az oldalon is, kapcsolati szükségeket. Isten szelleme kiált bennem, és azt mondja, hogy szeressétek, szeressétek azt a családot, amiben belehelyeztelek benneteket. Dolgozzatok a helyreállításán, dolgozzatok a helyreállításán, nyissátok meg az Isten szeretetének a kapuját a családotokba, hogy betöltsem ebben az évben a családokat. Isten szelleme azt mondja, hogy be akarom tölteni a családokat ebben az országban,
Be akarom tölteni a családokat a szeretetemmel, az agapéval, a világossággal, egy új módon. Olyan puha belső meleg tűz lesz, amit el nem tudtál képzelni, amit ideig máshol kerestél, szolgálatban kerestél, barátok közt kerestél, munkahelyben kerestél, sikerben kerested, de Isten szellem azt mondja, hogy végig ott volt a fészekben van. Menjél haza, megnyitom az ajtót nektek, hogy haza tudjatok menni, hogy be tudjatok menni, és szeretni tudjatok, és utána fog majd megnyílni olyan ajtó már a családodnak, hogy mentek az Istennek az útján. Amen. Amen. Tehát ebben az évben kérlek, figyeljetek arra, hogy Isten milyen kaputkat akar megnyitni, higgyetek Isten igében, higgyetek a prófétai szóban, és figyeljetek arra, mert az is egy kulcs szó ebben az évben, hogy ezek hirtelen fognak megtörténni. Hirtelen jönnek lehetőségek. És amikor hirtelen jön, akkor különösen figyeljetek arra, hogy ez az Úrtól van-e. Isten áldjon titeket.
Kedves gyülekezet, a aratással kezdtük, és az aratással fejezzük be. Tudod, a Szent Szellem azt mondja a gyülekezetnek, hogy egy gyülekezet az aratásban olyan mértékben tud részesülni, amilyen mértékben felvette annak a terhét, hogy közben járjon az Isten nélkül emberért. Nem tud egy gyülekezet nagyobb mértékben részesülni a lelkek aratásában, mint amilyen mértékben fölvette annak a terhét, hogy az emberek megtérjenek. És ezt mondja Pál apostol a Timóteus levelében, első levél második részében, mindenek előtt. Tudod, mit jelent ez? Az Atya számára ez a legfontosabb. Azt mondja, hogy minden sok fontos van, de ezt legelső helyre teszem. Figyeld meg, hogy mit. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat. Tehát mindenféle típusú ima formát. Minden emberért, királyokért, és minden fölöttesért. Ugye a döntéshozókért, az influencerekért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez az isteni örökérvényű akarat, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy minden ember üdvözüljön, de képzeld el, ez a minden ember kétszer szerepel. Az utolsó szakasz, hogy minden ember üdvözüljön, csak akkor tud megvalósulni, ha tartunk esedezéseket, könyörgéseket, hálaadásokat, közbenjárásokat az Isten nélküli élő minden emberért. Ha nem imádkozunk az emberek megtéréséért, akkor ez az isteni akarat nem tud létrejönni. És most ezzel fogjuk befejezni. Tudod miért? Mert mikor a Szent Szellem eljött, nem tudom, megfigyelted-e, az apostolok cselekedetei második részében. Csak 6 vers az elején szól arról, hogy mit tesz a Szent Szellem a gyülekezetben. És 40-valahány szól arról, hogy mit tesz a Szent Szellem a világban. A Szent Szellem azért jött el a gyülekezetbe, hogy kivigye a világba. Ha ez nem tud megtörténni, céltévesztetté vált az ő munkája. És amikor mi engedünk ennek az atyai, mennyei óhajnak, hogy számomra ez a legfontosabb, és közben járunk az emberek megtéréséért, akkor a Szent Szellem aktívvá válik a világban, és elkezdi meggyőzni, elkezdi éjszakai álmokat adni, elkezdi vonzani, elkezdi indítani az embereket arra, hogy keressék az Urat. Érted? De ha nem imádkozunk, az aratás nem tud teljességben végbe menni. Ez az isteni akarat, hogy minden ember megtérjen, nem tud teljességgel megvalósulni. Úgyhogy ma úgy fogjuk befejezni, hogy néhány percet még fogunk kiáltani az emberek megtérésért. Készen vagy odaállni az Úrhoz? És vigyétek tovább ebben az évbe, a gyülekezetekben, hogy mindenek előtt. Mert mikor az Atya fontossági sorrendjébe beleilleszkedünk, akkor a mi fontossági sorrendünk is megvalósul. De amikor megyünk a saját fejünk után, akkor megakadnak a dolgok. Kiáltsunk most az emberek megtérésért, jó? Le tudtok most térdelni velem együtt az Úr elé? Az emberek megtéréséért. Kiáltsunk most közösen. Kezdj el imádkozni most az emberek megtéréséért. Gyülekezet, kiáltsunk a foglyokért, akik gyötrődnek és kínlódnak. Kiáltsunk a reménytelenekért, a Jézus nevében.
gyere gyülekezet, bátran, kezdj el imádkozni a tékozló fiakért, kezdj el imádkozni a Jézus Krisztus nevében, Atyám, megemlékezünk a tékozló fiakról, megemlékezünk, Uram, a sötétségben élőkről, Uram, megemlékezünk azokról, akik nem tudják, hogy miért születtek erre a világra, Uram, megemlékezünk a keresőkről, hogy találjanak, megemlékezünk, Uram, a szomjasokról, az éhesekről, hogy megelégítessenek, Uram, megemlékezem a sötétségben lévőkről, hogy világosságra jussanak. Atyám, könyörülj, könyörülj az elveszetteken, könyörülj, Uram, az ifjúságon, könyörülj a döntéshozókon, Uram, könyörülj a döntéshozókon, a Jézus nevében. Uram, jelents ki a Krisztust, a Szent Szellem által az embereknek, jelents ki Szent Szellem a Krisztust, vonzat Szent Szellem az embereket Krisztushoz, vonzat Szent Szellem a gyerekeket már, a tiniket, a fiatalokat, a teherhordókat, a házaspárokat, vonzat Szent Szellem, látogasd meg őket, ajándékozd meg őket élő hittel, jöjj és cselekedj, és a meggyőzés folyamatát kezd el az életükben. Szent Szellem, dolgozz a világban, dolgozz a világban, dolgozz az istentelen emberek között, az Isten nélkül élő emberek között, dolgozz az okkult emberek között, Szent Szellem, dolgozz a vallásos emberek között, Szent Szellem, dolgozz, Uram, a hitetlenek között, az ateisták között, Szent Szellem, ragadd meg az erőseket, a büszkéket, akik nagyon tudják, hogy kell, tudják, mindent tudnak. Uram, ragadd meg őket, mint ahogy Sault megragadtad, és Pállá tetted. Ragadd meg, Uram, a büszkéket, ragadd meg, Uram, az okosokat, ragadd meg, Uram, az együgyűeket, ragadd meg a betegeket, ragadd meg, Uram, az Isten nélkül élőket. Uram, és mindenek előtt kiáltunk hozzád az emberek megtéréséért. Uram, adj kegyelmet ennek a nemzetnek, adj kegyelmet az új generációnak. Uram, aki egyre jobban torzul, adj kegyelmet, Uram! Adj tüzet erre a generációra! Uram, ragadd meg az Isten nélkül élő embert. És Szent Szellem, kérünk téged, hogy dolgozz, dolgozz a világ minden pontján. Dolgozz magyar városok minden szegletén, dolgozz minden családban, minden magyar ember életében, dolgozz Szent Szellem, támasz szomjúságot és éhséget, de nem kenyér után, hanem a menny után, dolgozz Szent Szellem az emberekbe, és köszönöm, Uram, hogy elhozod az aratást a Jézus nevében. És egyet értesz, Ámen. 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 Jövő héten 18 órakor találkozunk a Nyomelbe, ott a nem az élő ige részéről, hanem a belvárosi részéről lesz az alkalom, és két hét, vagy másfél hét múlva, nem most vasárnap, jövő hét vasárnap, nagy alkalom lesz a Pest-Szent Imrei sportcsarnokba reggel 10-kor. 10-kor fog kezdődni, úgyhogy ha szeretnél találni helyet, akkor gyertek korábban. A Bibliában az van, az Új Szövetségben Jézus azt mondta, hogy ha föl vagyok emelve, akkor minden embert vonzok magamhoz. Kezdjük, vagy fejezzük be ezt az alkalmat azzal, hogy emeljük Jézus nevét, jó? Egy utolsó dal.
sötétség nem tart soká. Érzem már, hogy a 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 sötétség nem tart soká. Vagytok? Menjetek haza. A 21 napos imabőjt megmozdulásnak egy kulcs eseményén, és meggyőződésünk az, hogy ez nem egy időszaknak a lezárása most. Ez itt egy nyitás, ez itt egy kezdet, egy új szakasznak a kezdete, és meghatározó, ami most fog történni. Magyarország továbbra is Dávid Góliáttal szemben, és ez egy kegyelmi időszak számunkra. Lesznek győztes csaták, amire Európa felfigyel. De nekünk, keresztény vezetőknek, Isten népének oda kell állni egységben és imában.
Isten nem kis királyokat akar, hanem szolgákat. Olyan vezetőket, akik szolgálják Isten népét. Én egy ilyen időszakot várok és hívok, amikor a vezetők szolgálnak. Legyetek áldottak Jézus nevében. Amen. Amikor Jézusnak megvitték a hírt, hogy Lázár beteg, még két napig azon a helyen maradt, de az ige megjegyzi, hogy nagyon szerette Mártát, Máriát és testvérét, Lázárt. Testvér, annyiszor van az, hogy Jézus ismerjük, keressük, szeretjük, és ő is viszont szeret bennünket. Mégis érthetetlen okokból úgy tűnik, hogy nem időben jön a segítség. Nem időben jön a válasz. Még két napig Jézus azon a helyen maradt, miután megtudta, hogy beteg Lázár. Még két napig. De amikor a sírnál van, most ugrok egy nagyot a történetbe, kiderül, hogy Lázár már negyed napja volt halott. Tehát két napi járóföldet kellett megtenni Jézusnak, hogy ott legyen. De azt mondta, hogy nem azért van, mert nem szeretem Lázárt, mert még utána az emberek is megjegyezték, hogy sír Jézus a sírnál, mennyire szerette Lázárt, mennyire szerette. Jézus veled sír a problémádba, veled sír a nyomorúságodba, veled sír a hitetlenségedbe, veled sír a bajodba, a nyomorúságodba, a depressziódba, a meghalt álmaidba. De Jézus megvárta, hogy Lázár meghaljon, mert az a Lázár, akit Jézus feltámasztott, az nem ugyanaz az ember volt, mint aki meghalt. Testvér, van remény, mert téged szeret ma az Úr, téged felemel ma az Úr, téged meggyógyít ma az Úr. Halleluja! Vagyunk a 21 napos imabőjt megmozdulásnak egy kulcs eseményén, és meggyőződésünk az, hogy ez nem egy időszaknak a lezárása most. Ez itt egy nyitás, ez itt egy kezdet, egy új szakasznak a kezdete, és meghatározó, ami most fog történni. Magyarország továbbra is Dávid Góliáttal szemben, és ez egy kegyelmi időszak számunkra. Lesznek győztes csaták, amire Európa felfigyel. De nekünk, keresztény vezetőknek, Isten népének oda kell állni egységben és imában. Isten nem kis királyokat akar, hanem szolgákat. Olyan vezetőket, akik szolgálják Isten népét. Én egy ilyen időszakot várok és hívok, amikor a vezetők szolgálnak. Legyetek áldottak Jézus nevében. Amen. Amikor Jézusnak megvitték a hírt, hogy Lázár beteg, még két napig azon a helyen maradt, de az ige megjegyzi, hogy nagyon szerette Mártát, Máriát és testvérét, Lázárt. Testvér, annyiszor van az, hogy Jézust ismerjük, keressük, szeretjük, és ő is viszont szeret bennünket. Mégis érthetetlen okokból úgy tűnik, hogy nem időben jön a segítség. Nem időben jön a válasz. Még két napig Jézus azon a helyen maradt, miután megtudta, hogy beteg Lázár. Még két napig. De amikor a sírnál van, most ugrok egy nagyot a történetbe, kiderül, hogy Lázár már negyed napja volt halott. Tehát két napi járóföldet kellett megtenni Jézusnak, hogy ott legyen. De azt mondta, hogy
nem azért van, mert nem szeretem Lázárt, mert még utána az emberek is megjegyezték, hogy sír Jézus a sírnál, mennyire szerette Lázárt, mennyire szerette. Jézus veled sír a problémádba, veled sír a nyomorúságodba, veled sír a hitetlenségedbe, veled sír a bajodba, a nyomorúságodba, a depressziódba, a meghalt álmaidba. De Jézus megvárta, hogy Lázár meghaljon, mert az a Lázár, akit Jézus feltámasztott, az nem ugyanaz az ember volt, mint aki meghalt. Testvér, van remény, mert téged szeret ma az Úr, téged felemel ma az Úr, téged meggyógyít ma az Úr. Halleluja!